Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Fekete István Szabad Egyetem 2022-23-as tanévének őszi szemeszterén és annak is az első előadásán. A havi egy előadásunk mai előadóját köszöntöm megkülönböztetett tisztelettel, a Trianon Társaság elnökét, dr. Drábik Jánost. Természetesen nem először van már velünk, hiszen a Nemzeti Összefogás seregszemléjétől kezdve, amikor például legutóbb a Rongyos Gárda jubileumának, 100 éves jubileumát ünnepeltük, akkor épp a kórházból szökött meg tulajdonképpen szinte, hogy megtarthassa ünnepi beszédét, köszöntőjét. Most már jobb egészségben, és reméljük, hogy még jobb egészségben lesz köztünk a következő időszakban. És nagyon örülök, hogy egyébként még Trianon századik esztendejében is itt nem is olyan messze közösen indítottuk útjára azt az Igazságot Magyarországnak feliratú kampány teherautót, ami azóta is járja az országot, sőt járja az országokat. És innen indult ez az úgynevezett Bukarest téről, amely jobb szeretnénk persze, hogyha Horthy Miklós nevét viselné, de talán erre még néhány évet várni kell. Minden esetre témáink vannak bőven, most mégis a mai téma, amiért összejöttünk, az egy rendkívül aktuális probléma. És az előadás címe ugye a háttérhatalom és az ukrán helyzet, mondhatnánk, hogy az ukrán háború, de hát ugye nem ukrán háborúról, legalábbis nem orosz-ukrán háborúról beszélünk, sokkal inkább amerikai-orosz háborúról, sőt, Drábik János idefele épp a kocsiban azt mondta nekem, hogy igaziból nem is az amerikaiak, hanem ami mögötte, ami felette van. Hát erről kérem most Drábik Jánost, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetésnek vettem a meghívást, ugyanis a mi hazánk az nagyon közel áll hozzám. És hadd mondjam el bevezetésként, hogy egy olyan párthoz, vagyis annak egy részéhez szólni bármit is, amelyikről én biztosan tudom, a magam számára tudom, hogy ez a párt még gyermek. Még ezért a parlamentben is kicsi. De nem törpe, gyermek. Tehát egy óriási növekedés előtt áll. És a mi hazánkból egy nagy párt lett. És így kell a dolgokhoz hozzáállni. Ez egy nagy párt lett. Ennek van esélye arra, hogy nem egy ciklusban, de két ciklusban beírja a Fideszt. Ugyanakkora legyen. Miért? Azért, mert rendkívül élesen, világosan és jól látja, hogy melyek azok a lehetőségek, szükségszerűségek, amelyek megvalósítása, kiharcolása, képviselete szükséges ahhoz, hogy a magyar nemzet emögé, a párt mögé álljon. Én így látom. És most rátérek az előadás témájára. A világban, a nagyvilágban óriási küzdelem folyik, nem csak ideológiák és erkölcsi világrendek, de egész civilizációk között. Valójában civilizációk összecsapásának az egyik megjelenési formája az, ami testvérháború formájában két testvérnép között folyik.
milyen civilizációk csapnak össze? Hát, hogyha nagyon egyszerűen kell beszélni, hát akkor a nyugati civilizáció, meg a keleti civilizáció csap össze. Hát először is tisztázzuk, mi az, hogy nyugat. Aztán majd beszélünk arról, mi az, hogy kelet. A nyugat az ugye azt a bizonyos világrészt jelenti, amelynek valamikor a központja, és nem csak szellemi központja, és technológiai tudás központja, de katonai erő központja is, Európa volt a világnak, ez a központja volt. Ma nem az. És ebből kiáramlott Amerika, Észak- és Dél-Amerika, és hát valójában ma is a brit világ még létezik. Hát látjuk, hogy milyen kis hagyományok vannak még, amik hát élnek, és tanúi vagyunk, most nem megyek bele a temetésre. De azt meg kell, hogy mondani, hogy ha nyugatról beszélünk ma, akkor és az Egyesült Államokról, mint a nyugat vezető államáról, akkor a nagy Egyesült Államokról kell beszélni. Erről nem, ezt nem szokták megmondani, hogy két Egyesült Államok van. Van az egyik, ami ott van Észak-Amerikában, meg a nagy Egyesült Államok. Na, melyik ez a nagy Egyesült Államok? Hát a nagy Egyesült Államokhoz oda tartozik Kanada, Anglia, az Egyesült Királyság, ugye, oda tartozik Ausztrália, oda tartozik Új-Zéland, és oda tartozik Japán. Az, hogy Japán is oda tartozik, egy külön előadás témája legyen. Miért? Mert itt nem csak Hiroshima-ról meg Nagasaki-ról van szó, meg arról a óriási haderőről, ami ott van Okinaván, hanem másról is szó van. Minden esetre, ha Amerikáról beszélünk ma, akkor ezeket az országokat kell gondolni. Mert ezek fölött van egy olyan hatalom, amelynek az a legalapvetőbb szabálya, hogy ő nem is létezik. Na már most, hogy létezik-e, vagy nem létezik. Ezért tettem ide ezt a papírt, ezt. Miről van ezen a papíron szó? Ez egy 1773-ban készült papír. Na de ki készítette? Mayer Amzel Rothschild készítette, mégpedig Frankfurtba. Lényegében összehívott 12 szupergazdag, akkor idő szerinti szupergazdag zsidó embert, rendszerint kereskedők és pénzügyesek, és előadta nekik, hogy mi megcsináltuk az angol forradalmat, nagyon jól kerestünk rajta, de hát lassú volt, meg
meg nem volt elég erélyes, sokáig tartott. Csináljunk egy jobbat, amelyiken sokkal többet keresünk. És rövid idő alatt az összes angol hibát kiadjuk, keményen megcsináljuk, gyorsak leszünk, és elképesztő sok pénzt zsebre rakunk. És azt mondta, hogy ennek a feltétele, annak a 25 pontnak az elfogadása, amit itt tartok a kezembe. Tehát bárki, aki ezt nem hiszi el, ma már lehetősége van rá, hogy ennek a hitelességét, eredetiségét, kétségbe vonhatatlanságát saját maga leellenőrizze. Persze munkát kell beletenni, munka nélkül semmi nem megy. Munkát kell beletenni, de ha beletesszük a munkát, megvan az eredmény. Na most én nem olvasom fel ezt a 25 pontot most, de azt elmondom róla, ugye 73 készült Frankfurtba, és ugye az a nagynak levezett francia forradalom, tehát egy ilyen megszervezett dolog, aminek lényegében a nagyon tisztán és egyszerűen akarjuk látni, az történt, hogy ezek a zsidók dögre keressék magukat. A 20 millió francia volt, a 20 millió franciából 18 millió lett, mert a franciák legyilkoltak 2 millió franciát. De nem megyek most ebbe bele, hanem azt mondom, ami a minket ma érint. És ez az, hogyha valaki tudni akarja, az elmúlt ugye 100 év, 200, mondjuk az elmúlt 300 év történetét, leellenőrizheti, hogy igaz-e ez a 25 pont, vagy nem. Mert ma már visszatekintünk arra, hogy ezt végrehajtották, vagy nem hajtották végre. Hát végrehajtották. Végrehajtották úgy, hogy az utolsó néhány pontot most hajtják végre. De az összes többi már végre van hajva. Hajt. Vagyis nekem nem mondja senki, hogy nincs terv, amit a világ történelemben így vagy úgy, meg amúgy sikerül rákényszeríteni az emberiségre. De azért, hogy valami mégis legyen, hát például a 20. pont az úgy szól, hogy a végső cél a világkormány létrehozása. Olyan hatalmas monopóliumokat kell létrehozni, hogy még a leggazdagabb gólyok vagyona is tőlünk függjön, hogy valamennyi eltűnjön a hivatalban lévő kormányok hitelével együtt a nagy politikai megsemmisülés utáni napon. Ez a 20. pont. Jól hangzik? Ismerősen hangzik? Vagy nézzük a 21-et. Gazdasági hadviselést kell folytatni, meg kell fosztani a gólyt a földtulajdonától, és az ipari vagyonától, a magas adók és a tisztességtelen verseny kombinációjával. Na még egyet. A 22. Az azt mondja, el kell érni, hogy a gólyok pusztítsák el egymást.
úgyhogy csak azok maradjanak a világon, akikre nekünk szükségünk van. Hát még, ne. Mert tudnék, miért ezeket a pontokat mondom. Nagyon érdekes a többi is, mert végig lehet nézni, hogy a 300, elmúlt 300 évben. Ez szerint ment a világtörőjén? Vagy nevezetszik? Nevezet szerint. Hát ha valaki ezt megnézi, hát ezek szerint. Hallgatik-e róla, de még mennyire? Na most azt mondja, új rendet kell létrehozni, és az élére ki kell nevezni egy diktátort. Na aztán még a következő. Bolonddá kell tennünk, félre kell vezetnünk, és korrumpálnunk kell az ifjúságot. Olyan elméleteket és elveket tanítva nekik, amelyekről tudjuk, hogy hamisak. Nem, most már nem, tényleg nem olvasom tovább. Ma a Mayer-Amsel Rothschild által ismertetett programnak az utolsó fázisába vagyok. Ezt muszáj volt elmondani, mert nem lehet letagadni. Nem lehet letagadni, hogy létezik, hogy 73-ban fogadták-e, 1773-ban, és hogy ehhez igazodott a világtörténelem. Ennyi. Na nézzük meg, hogy ugye benne van az is, hogy egymást gyilkolják. Hát már sok példája volt ennek. Mert ugye ebben a tervben benne van, hogy mit kell művelni Európával. Mert ugyanis Európával nagyon sok baj van. Ahhoz, hogy Európát kézben tartsák, hát például ki kell cserélni a lakosságát. Hát a Kudenhove-Kalergi terv, amit ő sok könyvet írt, de itt most elsősorban arra gondolok, arra könyvre, amit ő 1921-ben írt, és aminek ugye az a címe, hogy a pragmatikus a pragmatikus idealizmus. Ez a címenek. És ebben ő leírja a Kalergi, aki ugye tehát monarchiai gróf volt, tehát magyar grófi család is volt ősei között. Tehát egy Csehgróf, ugye a Moranja a tokői nagykövetének a fia volt, elvett egy japán, lényegében arisztokrata nőt, és illetve a követ vett el, mert ennek volt a gyerekük, a Kalergi. Na most az a Kalergi, aki lényegében az Európai Uniót is kitalálta, meg az összes többit, és leírta könyvekbe, ez, a felesége az egy zsidó nő volt, egy zsidó színésznő volt, de minden esetre óriási támogatásokat kapott, amikor megjelent a könyveivel az európai közéletben, például a Warburgoktól. Warburgok nagyon komoly
sok milliót adtak neki. És ő az, aki kitalálta Pán-Amerika mintájára, Pán-Európát, és a Pán-Európának az a lényege, hogy az Európában élő őshonos fehérfajú népeket le kell cserélni. És ez a lecserélés többek között azzal a nagy 30 éves háborúval kezdődött, amelynek az első részét később elnevezték első világháborúnak, a másik részt elnevezték második világháború. Egy 30 éves háború volt, ahol európaiak gyilkolták egymást, és az európaikon belül is a két erős nép, a két vezetésre. Tehát az oroszok gyilkolták a németeket, és a németek gyilkolták az oroszokat. Az első világháborúban is, ugye most, és a második világháborúban. Már 1914-ben, amikor a mazúri tavaknál volt Tannenbergnél a nagy összecsapás. Hát már akkor 100 000-en felül haltak meg egy nagy csatában. Na, tehát ennek a tervnek, a Strauss-i tervnek, tehát egyik fő pontja a fehérfajú népeknek a megsemmisítése. Mert a fehérfaj rivális, és a riválistól meg kell szabadulni. És a két világháború egyik legfőbb célja ennek a fehér fajtnak a kivérezte. Ki is vérzett? Hát és ma is két, lényegében egy népnek az egyik része egy társzólást vesz. Ez a különbség. És ott gyilkolják egymást. Úgyhogy most már azért 10 000-ekbe kell számolni, mind a két oldalon. Tehát ez most már élesbe megy. Na, menjünk vissza az eredeti témánkhoz. Tehát a világban van egy terv, amit valakik végre akarnak hajtani. Na most, tehát azzal indítottam, hogy világszinten lehet mondani azt, hogy ideológiák és erkölcsi világrendek csaptak össze civilizáció keretében. Na de most nézzük meg, hogy a nyugati civilizáció az, hát végül is mit jelent a nyugati civilizáció? Hát mihelyt ezt hagyjuk, hogy nyugati civilizáció, mindjárt hozzám mondják, hogy az egypólusú világrend. Vagyis egy olyan világrend, amelyben ez a nyugati civilizáció vezet. Na de egypólusú világrend azt jelenti, hogy egy ország vezet. És ez lehet nagy Amerika, vagy csak a szűk Amerika, de egy ország vezet.
ezzel szemben áll a többpólusú világrend, ahol viszont több országnak az érdekei érvényesülhetnek. És amikor azt halljuk, hogy nyugati civilizáció, egypólusú világrend, és az a hegemónia, ideológiai hegemónia, amit kikényszerít, akkor azonnal egy szó jön elő, liberalizmus. Liberalizmus. És ha azt halljuk, hogy liberalizmus, akkor azonnal előjön az, hogy demokrácia. Tehát a nyugati civilizáció lényege nem csak az, hogy egy polusú világrend, hanem az, hogy a liberális eszmerendszer, értékrendszer képviseli. Na most, ha meg viszont azt halljuk, hogy liberális, már mondtam, akkor mindjárt hozzám mondják, hogy demokrácia. Ha meg demokrácia, akkor szabad piacgazdálkodás. És ha szabad piacgazdálkodás, akkor azt látjuk, bizonyította a történelem, hogy végül kereskedelmi, pénzügyi módszerekkel egy pénzoligarchia jön létre. Egy olyan pénzoligarchia, amely fokozatosan a hegemóniája alá vonja a választott demokratikus kormányt. Vagyis kialakul egy gyenge kormány és egy erős oligarchia. És annak aztán mi a következmény? Mi a végpontja? Látjuk, nem lehet letagadni. Bizonyítható. Hát a 99% és az 1%. Ez a végpontja. Vagyis, hogy az emberiség vagyonának az egyik fele 1%-hoz tartozik, és a másik fele 99%-hoz tartozik. Tehát ezt látjuk. Nézzük meg, mi áll ezzel szemben. Hát a nyugati civilizációval szemben, persze mondom, itt történelmi filozófiákról, erkölcsi rendszerekről is van szó. Tehát a nyugati civilizáció az azt mondja, hogy tehát, nem mondtam pontosan, a keleti civilizáció az azt mondja, hogy nem egypólusú világrend, többpólusú világrend. A többpólus alatt ők értik az, hogy nem egyetlen hatalmi központ van a világ egészében, hanem több hatalmi központ van, és ezek, ha adott körülmények között lehetséges, akkor együttműködnek. És bizonyos dolgok ki is kényszerítik, hogy együttműködjenek. Ugyanis a Földnek, mint egésznek föl lehetne sorolni, hogy hány olyan problémája van, ami globális. Nem földrészre, vagy országra, nem. Az egész
a Föld egészére, az emberiség egészére vonatkozik. Na most az ilyen problémákat, az globális problémákat, természetesen az a helyes, hogyha a több pólusú világrendszerben a több erőközpont együttesen oldja meg. Tehát az együttműködésre szükség van. Tehát a nyugati civilizációval szemben áll egy több pólusú keleti civilizáció. Nincs, ez még nem valósult meg, de ők ezt akarják, illetve hát megvalósulóban van, mondjuk így. Még nem van. Na most ebben a többpólusú világrendben érvényesül az, hogy az egyes rész erőközpontokban megfelelő sajátosságok mellett, de mégiscsak a kollektivizmus játssza a vezető szerepet az individualizmussal szemben. Ez viszont azt jelenti, hogy bizonyos élettel kapcsolatos komplex problémák. Tehát ebbe benne van a társadalmi élet egésze, a gazdasági élet egésze. Minden vonatkozásban. A közösségi érdek megelőzi az egyéni érdeket. De ez nem jelenti, hogy nincs individuum, nincs egyéni érdek, de a közösségi érdeknek van elsőbsége. Na ez a keleti kollektivizmusnak a lényege. Na most a nyugatiak azt mondják, mert ebben a keleti rendszerben a közösségi érdeket, hát erős kormányok érvényesítik. A kormányok erősek. Ezért tudják megfékezni az egyéni hatalmukkal visszaélni igyekvőket. És így módon egy olyan rendszer jön létre, hogy a nyugat ezt el tudja nevezni autokráciának. Tehát nem demokrácia van, hanem autokrácia. Na most ebből a szempontból, tehát a demokrácia jelenti azt, hogy van egy gyenge kormány, amely a közérdeket érvényesíti, és egy erős oligarchia, amely az önző magánérdeket érvényesíti. Ezzel szemben keleti vonatkozásban van az autokrácia, nem demokrácia, ahol van egy erős kormány, amely a közérdeket érvényesíti, és van egy féken tartott oligarchia, amely nem tud garázdálkodni a magánértegével és a magánhatalmával. Na most, ha megnézzük azokat az államokat, ahol már bizonyos fokig kifejlődött ez a keleti rendszer, amit autokráciának neveznek. Ugye autokrácia tekintély, uralom, az autokrata az, aki tekintély uralmat gyakorol, sőt ugye, ha túlzásba visszük, az autokrata, hát az egy diktátora, az egy despota, az egy tiranus. De mindenféleképpen a közösségi érdeket kell, hogy érvényesítse, mert ha nem ezt teszi, a másik oldal. Na most nézzük meg, hogy azokban az országokban,
ahol ez a rendszer kezd kibontakozni, még nem fejlődött ki teljesen, de kezd kibontakozni. Ott mit látunk? Ott is kialakul a 99 és kontra 1%? Nem alakul ki. Miért nem alakul ki? Azért nem alakul ki, mert az erős kormány, amely féken tartja a pénzi és kereskedő és a gazdasági életet a markában tartó oligarchiát, az erős kormány a következőt kényszeríti ki. Azt mondja, nem lehet bizniszelni az iskolaüggyel. Közügy. Azt közpénzből kell fedezni, és mégpedig úgy, hogy ne álljon elő az a rendszer, hogyha ma például Amerikába valaki diplomához jut, az közben annyira eladósodik, hogy élete végéig fizeti az adósságot. Na mert miért? Azért, mert hogyha ennyire eladósodik azzal, hogy fizeti a tanulmányait, az azt jelenti, hogy már akkor neki, amikor állásba megy, nem lesz annyi pénze, hogy lakást vegyen. Mert ugyanis a lakáshoz úgyból el kell adósodni, méghozzá igen nagy mértékben. Ennek is megvannak a technikái, hogy kell, mint a pióca, mint a ragadozó szívni a pénzt. De ha mégis egy lakást is megenged madagának, akkor meg már alig marad pénze, még akkor is, ha jól keres, hogy azt a saját igényeinek a kielégítésére tudja költeni. Hát ebben minden benne van, ebben már benne van az autó, már benne van az élelem, már benne van. Benne van minden, ami az életet tartozik. Na, de menjünk tovább. Ez volt eddig az iskola ügy. De hát nem lehet bizniszelni az egészségügyet. Az egészségügy se lehet profit szerzésnek a szabad rablási területe. Itt is a közérdeknek kell maximálisan érvényesülni, mert ez rendkívül fontos dolog, hogy az emberek egészségesek legyenek. De ez se elég. Nem lehet bizniszelni a nyugdíjjal. A különböző nyugdíjintézetek és biztosítók és mindenféle szívják, mint a pióca a pénzt. És bizonyos nép csoportok, közösségek nagyon jól élnek belőle. Tehát az egészségügy se lehet a magánönzés területe. Tehát iskola, egészségügy, a nyugdíj. De itt van még nagyon fontos a közlekedés. Mert ma már nem lehet például autó nélkül egy sor helyen létezni se lehet. Na, de a nagyvárosokban kell a közösségi közlekedés. Mert ha az nem létezik, akkor a nagyvárosokban se lehet. Vagyis tulajdonképpen a közlekedésnek egy jelentős része is közügy kell, hogy legyen. És akkor még marad talán a legfontosabb. Az, hogy ne lehessen bizniszelni a lakásokat. Na most ez azt jelenti, hogy ne épüljenek lakások magánvállalkozásban. És
hasznokat ne lehessen el. Na, nem erről van szó. Most ez egy bonyolult dolog, de ezt egyébként én a New York-i University-n tanultam el, amiről most beszél. Tehát ott tanultam. Úgyhogy nagyon fontos szerepe van itt a földjáradéknak, ami az egyik legnagyobb problémája volt a klasszikus közgazdászoknak, akik meg akarták szabadítani a gazdasági életet a járadéktól. Ebben a kulcs szerepe volt a földjáradéknak, a különböző természeti monopóliumoknak, és hát más olyan monopóliumokat, amelyeket azért hoztak létre, hogy ha monopólium, akkor szabad rablás. Nincs verseny. Na most az első közellenség volt a földjáradék. Na most ezekben az országokban, tehát a keleti civilizáció útjára lépett országokban, ha mondjuk valaki vesz egy földterületet, és erre épít egy 30 emeletes házat, rengeteg van, Shanghai-ban, Pekingbe és itt van, meg lehet nézni, hogy és abban lakások vannak, és azokat eladja. És rendben van. Ez eddig rendben van. De ha utána elkezdődik az, hogy pénzt csak lakásfedezettel adnak, és mesterségesen évente növekszik, tehát mondjuk 20 ezer jóan volt, mikor hallották, ma következő évben 23, 24 ezer, aztán 28 ezer, amit. Tehát, hogyha ez így elkezd növekedni, vagy megindul a lakásspekuláció, akkor az történik, hogy azt a pénzt, ami spekulatív pénz, az rákerül annak a földterületnek az adójára, amelyre az a ingatlan épült. Vagyis az ingatlan tulajdonosa azt a pénzt, amit beszed a lakáson, azt visszaadja közcélokra azzal, hogy megemelik az adóját arra a földterületre, arra a telekre, amelyre az ingatlanját építette. Ez nem ezt jelenti, mivel ez még nem egy kiforrott vette. Ez nem azt jelenti, hogy már nincs semmilyen spekul van. De ez az alapelv ezt a területet is valahogy megfékezi a közérdek szempontjából. Tehát most elmondtam egy pár dolgot, de akkor, ha így van, akkor hol van szabad piacgazdák? Hol van a szabadságnak az alapja, a szabad piac? Hát kérem szépen, megmarad a szabad piac a termelő ipari kapitalizmus szférájában. Vagyis ha valaki arra fekteti be a pénzt, hogy árut állítson elő, értéket állítson elő, és azzal lesz versenyképes, és azzal lesz milliárdos, legyen. De csak ezzel lehet. Vagyis értéket, termelést kell előállítani. Mondjuk nézzük Kínában, csak mit mondjak. Az Egyesült Államokban nagyon sokan végeznek ám egyetemet. Rengeteg.
De mindenféle az LMBTQ-tól a nem tudom miféle dolgokból lehet diplomát szerezni. Utána, ha elvégzi, semmire nem megy vele, mert senkinek nem kell. Az a tudás, ami neki van. De nézzük meg Kínát. Hát ott most ott van. Ez tény. Több millió mérnök. Több millió mérnök. Na már most, ha egy országban van több millió mérnök, azért az eszét használja valamivel, a tudását. Hát meg lehet nézni Kínát. Én félreértés ne legyen. Én egy kanyit nem kaptam kínaiaktól. És abszolút semmi közöm nincs az egészet. Én elméletileg beszélek. És azt akarom levezetni, ami már magyar dolog is, mert itt nálunk egy óriási birkózás folyik a szabad piac kapitalizmussal, és azzal, hogy valami maradjon meg, amit mi úgy neveztünk, hogy szociális piacgazdaság. Mert a szociális piacgazdaság lenne az, amiről az előbb beszéltem. Hogy piacgazdaság, de csak a termelésben. És az összes többibe nem piacgazdaság, hanem szociális. Azaz a közösség érdekeinek ad elsőbséget. Én igenis a Szabad Európa Rádió utolsó éveben, 91, 92, 93, rengeteget hallottam arról, hogy Magyarországon szociális piacgazdaság épül. És még én is foglalkoztam vele írásaimban. Hol van ez a szociális piacgazdaság? Hol? Mert itt egy rabló piacgazdaság alakult ki, ugye? És tudjuk azt, hogy a fő rablók azok voltak, akik egyik napról a másikra magasrangú kommunista funkcionárusból vállalkozók és kapitalisták lettek. Este még kommunisták, reggel már vállalkozók. Amit én nem tudtam, hogy hogyan jutottak pénzhez. Ezért volt az, hogy nagyon sokszor megírtam, nagyon sokszor elmondtam, és soha választ nem kaptam rá, még a persze a Fekete Jánosnak. Elmentem, és a szemébe mondtam, egy nagy előadáson. Mit is mondtam? Azt, hogy vittem magammal a dokumentumokat, és azt mondtam, hogy Magyarország 73-tól 1900 igen, 73-tól 1989-ig. Ez hány év? 16? 17? 16. Na mindegy. Hát 73-tól 89-ig. Felvett körülbelül 5 milliárd dollár adósságot, be se jött az országba, hanem 1 milliárd bejött, de hát akkor is ott már volt Angola, meg volt Vietnám, meg volt Kuba, szóval ki tudja, mennyi maradt itt. Lényeg az, hogy erre a pénzre ugyanennyi idő alatt kifizetett 11 milliárd dollár kamatot. Kamatot. És ugye ezt én vettem a Nemzeti Banknak a tanulmányaiból. Tehát nem
a hasamra ütöttem, hanem onnan vettem. Tehát kifizetett ennyi kamatot. 11 milliárd forint. És amikor volt a rendszerváltás, mennyi adóssága volt? 22 milliárd dollár. Hát nem tudom, tudták-e követni. 1 milliárd bejön 16 év alatt. Cakli-pakli kifizetünk 11 milliárd dollár kamatot, és még marad 22 milliárd dollár. És erre azt mondja a miniszterelnök, Antal József, hogy az adósságot pedig meg kell fizetni. Na de hogy a francba jött létre ez az adósság? Ezt egész addig, amíg borvendég Zsuzsanna nem állt elő a munkásságával. Én nekem senki nem tudta megmagyarázni. Ő meg tudta nekem magyarázni. A magyarázatnak az a lényege, sok minden írt ő a könyvébe, de most csak egyet említek, hogy itt voltak az Impexek, zárt társaság volt, és nem csak azért volt zárt társaság, mert az állások miatt zárt, egyéb tényezők miatt is zárt társaság volt. És ezek mit csináltak, amikor ugye hát 73-ban volt a olajárrobbanás. És persze meg volt szervezve, mindegy, most ennek a részleteit mellőzöm. Lényeg az, hogy sokszorosa lett a kőolaj. És Magyarország impexei vásárolták piaci áron a felemelt kőolajat. Utána mit csináltak? Utána 80%-áért eladták nyugati kőolajcégeknek, később már saját cégeket is alakítottak, és azoknak voltak leányvállalatai, és azoknak is voltak leány, és azoknak is, szóval elment szépen az offshore-ba, de visszakaptak Kigbeknek 3-4%-ot. Na most ugye a Kigbek, ami visszarúgnak, ugye, New York-ba így mondják, hogy Kigbek visszarúgnak. Tehát ez a pénz, ez hozzájuk kell. Az sérthetetlen impexes. És ők ezt a pénzt nem adták oda az államnak, mert ugyanis a magyar költségvetés azt a 20% különbözetet kifizette. Hát így jött létre az, hogy kifizettek 11 millió dollár adósságot, és még maradt 22 millió kifizetetlen. Ez így jött létre. És ezek az emberek a kitartott pénzből később visszajöttek, hogy nyugati befektető. És pince áron mindent fölvásároltak, vagy fölszámoltak, vagy csak piacokat vettek. És ez történt, és ez volt a szociális piacgazdaság à la Ongra. Magyar változatban. Ez volt a szociális piacgazdaság. Na most itt csak annyit, hogy azért ez úgy derült ki, hogy az egyiken fő ember meghalt, és a félretett kickbacket, ami már rengeteg volt, nem csak dollár, hanem fizikai arany, tele páncélszekrények, aranyjal mindenfélével, a feleségére hagyta. Na most ugye ezt azért az impexeseknek a jelentős része ugye közös szerzeménynek gondolta, és akkor ugye vizsgálat indult. Annyit még érdemes megjegyezni,
Hogy miért nem szólt ebbe bele a párt? Hát a párt erről nem tud. Hát dehogy nem tud. És miért nem szólt bele? Hát mert azért, amiért az oroszok se szóltak. Az oroszok is tudtak. És az oroszok miért nem szóltak bele? Azért, mert ezek az impexesei egy sor olyan különleges technológiájú árucikket és műszereket és egyebeket tudtak fölvásárolni, amit a kokomlista tiltott. Nem tudom, hogy ki hallott a kokomlistáról. És hát az oroszok lenyelték, szovjetek. A szovjetek lenyelték, mert megkapták, ami kellett neki. A magyar párt lenyelte, mert ez jó az oroszoknak, és így elnézte, hogy tulajdonképpen a hozzájuk tartozó közösségek ilyen módon gazdagodnak a nép, a közösség rovására. Menjünk tovább. Ja, mennyi idő van? Csak negyed óra mindenképp. Csak negyed óra? Egyezünk meg félben. A Magyarok Országos Gyűlésén volt ugye a legendás 5 órás előadás, de... Jó, jó, akkor rövidebbre fogom. Akkor rövidebbre fogom. Tehát azért volt érdemes erről beszélni. Mert Magyarországon is az a vált, hogy itt már nincs demokrácia, hanem itt autokrácia van. Ha pedig valaki nagyon nagyot akar mondani, akkor despotizmus van. Nincs despotizmus, de az autokráciának a bizonyos megjelenési formái itt vannak. Például erős kormány van, amely nem mondanám, hogy erősebb, mint az oligarchia, de mondjuk azt, hogy talán egyenlő erős. És bizonyos fokig keresztül tudja vinni az akaratát. Na most azt fog, ami elmér, mi fog elmaradni? El akartam magyarázni, ami nem túl egyszerű kérdés, hogy miért lesz mindig dús gazdag az oligarchia? Milyen, hogyan csinálja? Hogyan csinálja a pénzrendszere? Hogyan csinálja? Milyen trükköket tud alkalmazni, hogy ilyen helyzetet tud teremteni, hogy az oligarchia végül olyan erős lesz a demokráciákban, ahol persze azért térjünk oda-vissza. A liberalizmus az már nem liberalizmus, az már neoliberalizmus. Óriási különbség van. Mert a klasszikus liberalizmus az védte az egyes ember jogait és közösségi politikai szabadságjogait. És az tényleg az abszolút uralkodóval, akik között despota is volt, egy védelmet jelentett. De ma a liberalizmus mit jelent? Az, hogy az oligarchiának lehetősége van, hogy úgy értelmezze a szabadságot, hogy a mások szabadságával való korlátlan visszaélés szabadságát jelent. Minden megvan neki enged. Körülbelül úgy értelmezze a szabadpiac gazdaságot is, mint hogyha valaki a közlekedést úgy értelmezné, hogy nincs kereszt és nincs rendőrség. Na akkor milyen közlekedés lenne? Hát milyen szabad piacgazdaság az, amelynek nincs kresze, meg nincs egy gazdasági rendőrség. Most elképesen beszélek. Tehát világos, hogy valamilyen
rendetlen, és ezért van az, hogy a nyugati civilizáció az bizony az anarchia felé tart, és sok irányban, sok vonatkozásban már elérte, még ezzel szemben azok, amelyek a keleti útra tértek, próbálkoznak még vele. Azok a rendet képviselik. Na most a renddel kapcsolatban is az a probléma, hogy a rendet, ha egy kicsit túlfeszítem, az már diktatúra, sőt, hogy is mondjam, rendőrállam. De mert ugyanis azokat, amiket elmondtam, hogy a közösségi érdekében mi mindent kell védelmezni, az nem egy harcék. És aki ezt a harcot vívja, azt könnyű azt mondani, hogy anarchiát visszaél az erejével. És itt muszáj valamit elmondani, amit szinte általános érvény. Hogy tudjuk, hogy a szabadság az egy jó dolog, nem lehet nélkül élni. De a még több szabadság, az nem jó. Mert a még több szabadság, az már káosz és anarchia. És még működésképes, képtelen. Tehát a szabadságot mindig valamilyen módon észszerűen korlátozni kell. Vagy nézzük a fegyelmet, a rendet. Ez jó dolog. Hát nem is működik enélkül egy közösség. Még egy iskolai osztás sem működik nélkül. Nem egy állam vagy egy világrendszer. Tehát a rend az egy nélkülözhetetlen szükség. De ha ebből a rendből túlzottan nagy rend lett, vagyis a kaszárnya rendje lett, vagy még azon is túl a temetőnek a rendje lett, az már nem jó. Tehát állandóan egyensúlyozni kell a kettő között. Vagyis szabadságnak és a rendnek mindig egyensúlyba kell lenni valamilyen módon. Most nagyon gyorsan, 10 perc alatt elmondom még, amit fontosnak tartok, és Kijev, és Ukrajna. Na már most ez a háború, ezt a strausszisták robbantották ki. Kik a strausszisták? Egy párnak fölírtam ide, de direkt a nevét. Paul Wolfowitz, Elliot Abraham, Gary Schmidt, Abraham Schulzki, David Wunzer, Douglas Fried, Francis Fukuyama is ott van, Zev Javotinsky, Robert Kadam, Bernard Lewis, Anthony Blinken, Victoria Nuland, stb. Kb. 100-an. Ezek robbantották. Na most, mert milyen szinten folyik ez a háború? Ez a háború, hát első szinten két testvérnép, lényegében egy nép. Mindig egy államban voltak egyik. A másikból származ. Mindegy. Szóval két testvérnél öli egymást. Teljesen oktalanul, ostobán és szörnyű tragédia ez az egész. Na de hát, hol vannak ezek a strausszisták, akik ezt a háborút kibombáltatták? Hát ők irányítják az államok feletti
eltitkolt államot, amelynek azonban a döntései már nincsenek eltitkolva. De azokat meg kell valakítani. És ha valakinek nyitott szeme van, az látja a döntéseket. Na nézzük, hogy is. Tehát első szinten ez a háború úgy látszik, hogy háború az oroszok és az ukránok között. De valójában a strausszisták tudták, hogy amikor kirobbantják a háborút, ha bele tudják rántani Putyint ebbe a háborúba, akkor már győztek. Mert két vonatkozásban győztek. Végleg a földbe taposták Németországot. Befejezték Németország legyőzését. És azt a Németországot, ahol a világ legjobb atomreaktorait be kellett tüntetni, 17-ben már csak három működik, és azt is be akarják zárni. És a zöldek azzal jöttek, hogy ne legyen atomreaktor, nemhogy atombomba, nehogy véletlenül egyszer atomfegyver legyen, semmi. Ez a Németország ma tele van atombombával és nukleáris fegyverrel, mert megszállták az amelyik. Tehát az egyik győzelem bekövetkezett, amikor kirobbantották. A másik győzelem legyőzték egész Európát. Mert Európa megszűnt önálló, tehát egy önálló állam lenni, vagy önálló szövetség lenni, mert semmit nem tud önállóan eldönteni. Minden döntését a strausszisták írják elő. Vagyis Európa át lett alakítva NATO Európába. NATO Európa pedig gyarmat, vagy mondjuk így, hogy amerikai protektorátus, hogy finoman fejezzük ki magunkat. Gyarmat, protektor. És ezt elérték, mert rá tudták kényszeríteni az európai államokra, hogy csatlakozzanak védelem címén az Oroszország elleni háborúhoz, mert hiszen ezt nem csak az ukránok folytatják, hát az ukrán katonákat már tízezrével Lengyelországban, Németországban, Angliában, és Amerikában képítik. És ömlik oda a fegyver. És a pénz is ömlik oda. Meg mindenféle erőforrás. És ez honnan jön? Többek között Európából jön. Meg ugye Amerikából jön. Vagyis ez nem csak az ukránok háborúja. Ez Európa egészének a háborúja. És akkor menjünk tovább. Itt van ez a bizonyos nyugati és keleti államszövet. Vagyis tulajdonképpen a NATO, amely Amerika, aztán persze Amerika fölötti államok feletti, és nem hivatalos, de létező állam. Na most, de Amerika vezetésével megindult egy háború az ellen, a kelet ellen, amelynek elmondtam, hogy milyen úton indult el. És ennek a központja Kína. Na de oda tartozik Oroszország is. Oroszországot ugyan most véreztették, mert létrehoztak neki egy európai Vietnámot, vagy egy európai Afganisztánt, és belelőgték. De azért ennek az Oroszországnak még mindig van két olyan ütőkártyája, amit nem lehet tőle elvenni. Az egyik az, hogy ez a világ
legnagyobb területű országa, mert úgyhogy a perifériák leszakadtak, így is 17 millió négyzetkilométer. Ekkora ország nincs a világon. A másik pedig, hogy legalább annyi vagy még több nukleáris fegyvere van, mint Amerikának. És míg Amerika Irakban, Afganisztánban, Szíriában, Líbiában háborúzott, az oroszok olyan szállító, szuperszónikus szállítóeszköz, ami nincs Amerikán. Vagyis ezért tudták meghirdetni azt, hogyha ne találtán őket atomtámadás érni, akkor nem fognak válaszolni annak az országnak, ahonnan jött, mondjuk Romániából. De innen a legkönnyebb lengyel, ott is van összesen 760 támaszpont veszik körül Kínát, és Oroszországot ma 706. Hanem a válasz az Washingtonba, New Yorkba és Chicagóba. Tehát nem lövik a románok. Azonnal megy a válasz. A legnagyobb amerikai városokban. És ez le van írva Oroszország hivatalos, hogy is mondjam, meghirdetett és jóváhagyott és elfogadott katonai programjában. Na hát most már tényleg nagyon sietni kell. Hát, be kell tartani a rendet. Tehát annyit el kell mondani, hogy tehát ez a szint, hogy úgy mondjam, már a harmadik szint. Tehát ukrán-orosz, aztán német-európa-orosz, második szint, harmadik szint Kína ellen. Na de Kína ellen menni az ma jelenti azt szót. A Shanghai Cooperation Organization. És kik a szónak a tagjai? Hát Kína. Oroszország, már elmondtam, hogy akármit csinálnak vele, nagyhatalom. De India is csatlakozott. És még Pakisztán is csatlakozott. És Irán is csatlakozott. És Brazília készül el. Tehát a BRICS-ben benne van. Ugye van egy olyan gazdasági szervezet, amely már közel 10 év óta működik, és amelynek az a lényege, hogy dollár nélkül kereskedik, tehát áru csevér árut. És ha valahol van differencia, tehát nem lehet áruval pótolni az árut, akkor fizikai aranyat adnak. És ez működik, ez is működik, dollár nélkül. Amit nem fogok tudni már egyáltalán elmondani, hogy a dollárral hogyan lehet kirabolni a világot. Mert ez egy hitelpénz, hitelbe adják, abból jönnek létre a gazdaságok, és a gazdaságoknak a profitja az visszamegy Amerikába. Tehát Amerika ingyen ad valamit, és értéket kap érte ezennek a rendszernek, de ezt most már nem tudom elmondani. Annyit kell elmondani, hogy a következő szint, tehát ez most már láttuk, itt tehát ukrán-orosz, Európa népet orosz, és azután a NATO tágan értelmezve. És a keleti, mondjuk így, hogy katonai blokk, és aztán ott van a következő szint, hogy itt civilizációk túléléséről van szó. És a nyugati civilizáció, amely azért haldoklik, mert leépítette a termelő erejét.
Amerikában sem maradt csak a fegyvergyártás és a mezőgazdaság, mert a földet nem lehetett offshore-olni, a mezőgazdasági föld. Mindent, amit volt, hát persze nem offshore-olták a informatikát, kibernetikát, azt sem, de egyébként mindent offshore-oltak. Tehát Amerika nem képes eltartani önmagát. És ezért ott egy óriási válsággal kell számítani. Itt is csak a címeket említem már, hogy külön anyagot hoztam, ki is tettem, hogy egyre több komoly írás olvasható arról, hogy Amerika felbomlik. Azt is írják, hogy elképzelhető, hogy lesz egy újabb polgárháború. De azt nagyon mondják, hogy a különböző államok kiszakadnak, és a szövetségi állam nem lesz többi. Na már most, ez persze nem olyan egyszerű kérdés, mert ha nincs szövetségi állam, akkor Amerikának nincs világszintű fegyveres ereje, mert azt a szövetségi állam tartja be. És az egy nagyon fontos eszköze annak, hogy Amerika úgy éljen, ahogy él. Tehát nem lesz meg, nem lesz hadsereg. Aztán nem lesz social security, mert azt is a szövetségi állam fizeti. Vagyis a nyugdíjat, tehát nem fognak kapni az emberek nyugdíjat, aztán az egyes kiszakadó tagállamoknak kell majd fölvállalni. És így tovább most nem akarom mondani, felsorolni, külön téma, hogy mi minden kerülne át a szövetségi államtól a kiszakadó államokat, de egyre többen mondják, sőt olyan írást is olvastam, komoly ember, hogy már az is lehet, hogy 2024-ben már nem is lesz elnök választ. Mert kibékíthetetlen ellent van, mondás van a demokraták és a republikánusok között. Na most, tehát ez is egy téma. Na most a legfontosabb, amiről nem szabad beszélni, hogy van ez az államok feletti hatalom, és hogy ezek Strauss is. Na most mit jelent? Hát az időm eltelt, de kik ezek a Strauss? Nem Johann Straussról van szó. Nem is Richard Strauss. És nem is József Straussról, bajor miniszterrel. Nagyon jó miniszter. Nem. Leo Straussról van szó. Na most Leo Strauss az Németországból a hitleri időkben Amerikába kivándorolt zsidó származású filozófus volt, társadalomtudós, aki a Chicagói Egyetemen lett a filozófia tanára, és Niccolò Machiavelli alapján tanította azt, hogy kell minden aljasságot a hatalom megtartása érdekében elfogadni. Na most az ő tanítványai, akikből most elneveztem egy párat, de többet is tudnék róla mondani. Ezek ezt követik, és fanatikusan hisznek abba, hogy az a nép, amelyikből származnak, annak jár a világhatalom. És arra is képesek, és ez is le van írva, hogyha nem ők a világhatalom birtokosai, akkor hajlandók arra,
hogy ne is legyen ez a világ. És még soha a történelemben ez nem volt lehetsége. Most lehetsége. Persze erre az oroszok mit mondtak? Hát azt mondták, hogyha nekünk nem lehet létezni csak úgy, hogy ezeknek a straussisták által képviselt államok feletti hatalomnak, gondoljunk, amivel indította a Rothschild. Ez az a hatalom, ugyanaz, csak már sokkal fejlettebb formában. És én most írok egy könyvet arról, hogy mi hogyan tudták a tudott módosító technikákat úgy kifejleszteni, hogy most már tömegesen alkalmazható. Bele tudnak az emberek agyába nyúlni, hogy azok nem tudnak róla. És azt tudják elérni az emberekkel, amit akarnak, és ez már működő, tehát ez már üzemképes módban létezik. És úgyhogy most befejezem, eltelt az idő, tehát amiről kell még egy két-három mondatot mondani, hogy hogyan lesz vége ennek a háborúnak. Ennek a háborúnak az okozza a nehézségét, hogy véget érjen, hogy egyik fél se engedheti meg magának, hogy veszítse. És mert egyik se engedheti meg magának, hogy veszítse, ezért ez egy hosszú háború lett. És már még egyszer mondtam, hogy ez az Egyesült Államok felett a főhatalmat gyakorló államok feletti hatalomnak, és az ő agytrösztjének, aki straussistákból áll, a háborúja. Mert mindenáron el akarják élni Oroszország feldarabolását. Hogy Oroszország több kisebb területből álljon, és azokat egymás ellen kiküldják látszani, és akkor megvan a szabad rablás. Akkor vissza lehet hozni a jelcini rendszert, és mindenki dögre gazdagodhat. Köszönöm szépen meg. Köszönöm szépen ezt a szerteágazó előadást. Valóban szigorúak vagyunk az időkeretet illetően, hiszen az emberek befogadó képessége azért véges. Örülünk, hogy ilyen jó egészségben, szellemi frissességben ezeket át tudod adni. Mindenesetre néha követni sem könnyű már nyilván egy idő után. A kérdéseknek viszont mindenképpen szeretnék lehetőséget biztosítani. Ha én lennék a római pápa, akkor egyébként a misék se lehetnének hosszabbak egy óránál, de most a befolyásom jóval korlátozottabb, a Fekete István Szabad Egyetemre terjed csak ki, úgyhogy köszönöm, hogy itt este 8-ig mindig be tudjuk fejezni, tehát a mikrofonba jelentkezés alapján tudunk kérdésnek. Hátul Gurabi Áginak kérem odaadni a mikrofont. Köszönöm szépen. Gubabi Csabáni Ági vagyok, a Korona Igazsága weboldalnak a szerkesztője, személyesen ismerem Elődéket is, Drábik urat is. Én arra lennék kíváncsi, hogy hogy gondoljátok, te is Előd és Drábik úr is, meddig fogják az emberek tűrni ezt a szankciópolitizálást, ezt a nyomorgatást, amit most csinálnak. Tehát ez egy teljes mértékben öngyilkosság, amit a kormányok a saját országaikkal csinálnak. Tehát ugye nagyon jól látjuk pontosan Németország példáján, amikor az első célpontja volt ennek a háttérhatalomnak nevezett valaminek. Tehát megöli, megfojtja fizikailag és gazdaságilag is az embereket, szándékosan tehát megtiltja az olcsó orosz gáz és olajnak a használatát. Tehát ez se igaz, amit a propaganda tol, hogy Putyin zárta volna el a gázt, mert nem így van. Meddig fogják ezt tűrni az emberek, meddig tart ki az Európai Unió, és hogyan tudunk ebből mi kimászni? Igen. A jövőt illetően csak lehetőségeket, valószínűségeket
és szükségszerűségeket lehet mondani. Csak a jelen valóságáról lehet biztosat mondani. Tehát én lehetőséget mondok, valószínűséget, sőt szükségszerűséget. És ez az, hogy a lakosság, és ez előttünk van, a lakosság, én Olaszországba várom, hogy elinduljon, de Németországba folytatódni fog, és Franciaországba. Elképzelhető Spanyolország is, hogy itt nagyon nagy utcai harcokba torkoló tüntetések lesznek. És ez előttünk áll. Úgyhogy én így látom. És ennek már bizonyos jelei azért már mutatkoznak. És hogyha áttöri az agymosás, az agymosottság, áttöri azokat a gátakat, amelyek most akadályozzák, hogy a lakosság érvényesítse a józanészt, mert a józanész került tulajdonképpen számüzetésbe. Hát a vezetők a legostobább döntéseket hozzák, persze az államok feletti hatalomnak a különböző manipulációjára. Hát az egyik manipulációja az, hogy eleve olyan emberek kerülnek vezető pozícióba, akiket már erre nevelnek. És szépen mennek előre. A második része olyanokból áll, akinek tele tömik a zsebét. Mindenfélével. De van egy harmadik rész is, amelynek egyre nő a létszáma, akiknek kontrollálják az agyát. Tehát több olyan politikus van, aki programozott, és a handlere kezeli. És egyre több van, erről fog szólni a könyvem. Ezt próbálom levezetni, bizonyítani. Így gondolom én. Tehát itt nem lesz könnyű dolga a lakosságnak ellenállni, és a józanészt érvényesíteni. Mert az, ami ma folyik Európában, az a józanészt gyalázza meg. Az ostobaság ne továbbja. És ez is mutatja, hogy mennyire egy gyarmatosítva lett földrészünk. Parancsoljon. Itt közvetlenül mögötted. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni Drávik úrtól, hogy említette, hogy ugye a strauszisták robbantottak ki a háborút Ukrajnába, és ezeknek a strauszistáknak célja, hogy ez a háború átterjedjen, vagy a fegyveres konfliktus Európára is átterjedjen, vagy ők megelégednek ezzel, hogy Európa-amerikai protektorátus lett, és hogy gazdaságilag gyakorlatilag egyre jobban tönkreteszik Európát. Vagy a fegyveres konfliktust is akarják Európában? Megint csak ugye megmondva, hogy a jövőt illetően csak lehetőségeket, valószínűségeket és szükségszerűségeket lehet mondani. Én nem zárom ki, hogy így is már európai háború ez, és ugye Európa jelenti ma a NATO-t, a NATO Amerikát, Amerika pedig a strausszista, a fanatikusan a világuralomhoz ragaszkodó államok feletti államot jelenti. Tehát az államok feletti állammal nagyon nehéz, hogy úgy mondjam, kiegyezni. Először is ugye letagadja magát, de ez is a dolgunk. Hát ugye miért aki a kutató eljut ahhoz, hogy van
államok feletti ála, megszűnik kutatónak lenni. Agyalágyult összeesküvési elméletet lesz belőle, akire felesleges időt pazarolni. És egy pán, ez a helyzet, akkor már üldözésnek is kiteszi magát. Elmondja, hogy ez az államok feletti hatalom, ez egy talmudista, kabalista, zsidó hatalom. Itt a jobboldali frakcióban is adjunk szót például Zárkány Zoltánnak, kérem. Rámek úr, kérdezném, hogy miután láttuk, hogy nem egy-két napos háború volt ez a orosz-ukrán háború, akkor ugye tudni lehetett, hogy itt sokkal nagyobb erővel kell az oroszoknak küzdeni. Van-e esély arra, hogy Oroszország esetleg, ha veszít, úgy kapitulál, hogy a nukleáris arzenáját nem használja fel? Nekem az a véleményem, hogy Oroszország soha nem fog kapitulálni. Minek? Miért kapitulál? Hát az ő ereje a területében van, meg az atomfegyverében. Neki nem kell kapitulálni, neki a között kell választani, hogy az eredeti kitűzött céljaiból ennyit meg ennyit nem fog tudni elérni. De az, hogy ez nem kapituláció, ez azt jelenti, hogy valamiféle kompromisszumot kötöttek. Ez a háború csak kompromisszummal érhet véget. És hogy ezt nem csak én mondom, hát például Davosba a legutóbbi világfórumon ott Kissinger mondta ugyanezt, hogy tudomásul kell venni, hogy egy olyan történelmi nagyhatalomnak, amilyen Oroszország, annak bizonyos igényei vannak, és azokkal számolni kell. Amerikának is megvannak ezek az igények, Murrow és a többi. Most nem mondom, és hát elmondtam azt is, hogy képes volt arra, hogy Nagy Amerika legyen. Ő képes volt. De Oroszországnak is vannak ilyen igényei, és Kissinger is azt mondta, hogy az a helyzet helyes, ha minél előbb a helyes kompromisszumot megtalálják, és hát béket kötnek. Kompromisszum. És nem veres. Mihály Zsártó vagyok, a Trianon Társaság tagja. Ezt a láthatatlan hatalmat úgy hívja a Volgán László, hogy láthatatlan hatalom, ez a Strauszokat. És ez, amit a Drábik úr felsorolt, ezt a Tórába, meg a Talmudban mind megtalálható. Ugyanígy foglalkoztak ezzel a oltásokkal is, ami volt a 19-es Covid járvány. Ugyanezt eladták most a háborúba, ezt ugyanúgy eladták a deviza hiteleseknél, akit behúztak a csőbe. Mikor aktuális Magyarország, hogy kilépjen a Unióból, mert tegnap volt náluk egy ilyen éves beszámoló, és minden nő sárga kékbe virított ott, és Magyarországtól az összes pénzt úgy néz ki, hogy meg akarják adni. Köszönöm. Amikor volt a vita a televízióba, hogy belépjünk ki az Európai Unióba vagy se, hát én minden eszközzel ellenet elmondtam, hogy miért. Elsősorban azok miatt, a feltételek miatt elleneztem, amiket nekünk szabtak. Abszolút igazságtalanok volt. Előnytelenek. Beléptünk. A kilépés még egy Angliának is elég nehéz ügy volt.
Én úgy látom, hogyha Magyarország ezt az opciót választaná valamikor, annak akkor azt a kormányt meg fogják mutatni. Ez egy kicsi ország, és itt sokféle technikával meg lehet mutatni egy kormányt. Tehát itt nem kell mindjárt arra gondolni, hogy megölik a miniszterelnök, vagy ilyesmi. Sok egyéb technika van. Most is ilyen technikákat próbáltak ki, csak nem jött be. Ez azért nem jön be, mert az ellenzék azért olyan, amilyen, mert a pénzoligarchia nem elég erős. A pénzoligarchiát volt, tudott valamilyen módon, hogy úgy mondjam, megfékezni ez a kormány. Szóval ma a kormányzat erősebb, mint a pénzoligarchia. És hiába próbálják a úgynevezett ellenzéket ilyen-olyan-amolyan támogatásokkal, ez nem megy. Ahhoz az oligarchiát kellene helyzetbe hozni, és az oligarchiát kellene, annak kellene, az őnek ki kellene lehetőbb, hogy például a tervezés azt hozzá kerüljön. Mert ma a közhatalom tervez, a kormány, erős kormány. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen helyzetben a kormányt megbuktatnak. A Szovjetunióban születtem, és 30 éve foglalkozom ezzel a témával. És most Oroszországban körülbelül 90%-a neoliberális nem a kormány, hanem a gazdagok. A kérdésem az első, hogy nem lehet az, hogy Putyin is a másik csont, amit oda dobnak az embereknek a káosz megteremtésére, és nem érdekli őket se Ukrajna, se az oroszok, oda dobják, és addig fogják ezt húzni, amíg lehet. Kérdésem az, hogy lehetséges, hogy Putyin titkosan ugyanannak a neoliberális résznek a színjátékát csinálja, mert Sojgu, ő máltai lovagrend tulajdonosa, vagy hogy hívják ezt, tagja. Tehát, és ott 90%, azért Putyin csak egy 5-10%-ot tart kézben. Ez az első kérdés. A valószínűsége, hogy... Melyik rendnek a tagja? Máltai lovagrend. Máltai lovagrendek, abból egyébként sokféle van. Sok máltai lovagrend van. Az erre a válaszom, ismét hangsúlyozva, hogy én csak lehetőségről, valószínűségről és szükségszerűségről tudok beszélni. Én azt tartom valószínűnek, hogy a Putyin orosz nemzeti érdekeket véd. Miért? Mert ha valaki végignézi azt, hogy mi mindent tett az életébe, akkor arra véleményre jut, hogy ő az orosz nemzet egészének a felemelkedését akarja. Tehát egy nemzeti oroszról van szó, aki azonban eddig képes volt a cselekvésre. Most nem megyek vissza az életen, de kitérve erre nagyon, hogy vannak ezek a nyugatos oligarchák. Ugye a nyugatos oligarcha miért lenne nyugatos? Amikor hogy lett Oroszország kirabolva Jelcin alatt? Ugye 91-től, hát 98-ig, sőt 98-ban egy nagy pénzügyi válság is volt.
egy összeomlás is volt. Tehát úgy lett kirabolva, hogy, hogy hát bizony, mi bentek oda a mindenféle nyugati szakértők, és magyarázták azoknak, akik korábban a párt nomenklatúra tagjai voltak, magas beosztásban, az irányítási pozíció, a gazdaság feletti kontroll a kezükben volt. És azt mondták nekik, hogy a ti kezetekben van a kontroll. Tiéd, ez a gyár, tiéd, az a bánya, és így tovább. Írassátok a magatok nevére. Mert ha a magatok nevére iratjátok, akkor azt el lehet adni. Ha meg el lehet adni, a pénzt ki lehet vinni az ország. És a nyugatos oligarchia így lett szupergazdag, hogy ezt a módszert fölvállalta. És valóban az történt, hogy a saját nevükre iratták egy hatalmas államnak, a Szovjetuniónak a maradék közvagyonát, abból magánvagyon lett, és a magánvagyont kezdték pinceáron kiárusítani. De az a pinceár is milliárdokat tett ki. És ezt kivitték Angliába, City of London, kivitték Amerikába, kivitték különböző helyekre, igen, kivitték. Olaszországba, Spanyolország, Ciprusra. És ezek nyugatosok. És igen kevés olyan oligarha van, aki nemzeti. Mert Oroszországban is úgy oszlik meg a társadalom legnagyobb, tehát az egész társadalmat veszem, hogy van egy nyugatos része, és van egy nemzeti része. A nemzeti rész az élni akar, és oroszként akar élni. És neki kell az orosz pravoszláv vallás, és itt meg kell mondani az oroszokról, ezt egyre több orosz tudja. Hogy ma Európa valódi értékeit és örökségeit, és Jézusnak, nem Jakminak, Jézusnak az eredeti tanításait ma a pravoszláv egyház őrzi a leghitelesebbet, mert a nyugati egyházak, belértve a katolikus egyházak, és sajnos a evangélikus, sőt a többi protestáns, ezek kiürültek. A meggyőző erejük nem létezik. Üresek. De nem így van ez a pravoszláv egyház. És ezért a valódi keresztény európai értékeket ma Oroszország védi. És amikor a katolikus lengyelek annyira orosz ellenesek, valójában Európa ellenesek. És ez egy hibás magatartás. Én remélem, én szeretem a lengyeleket. Én remélem, hogy rá fognak jönni, hogy ez egy hibás magatartás. Tehát én az oroszoktól nagyon sokat várok. Európa lényegének a megőrzését várom tőlük. És a magyar kormány azért mégiscsak aláírta a WHO szerződést, tehát nem lesznek... Mi csak, a magyar kormány csak időben odébb tolja a dolgokat. Sajnos a magyar kormánynak ezernyi engedményt kell tennie, mert ez az ország csak 10 millió, és a területe 93 ezer négyzetkilométer. Oroszország meg 17 millió négyzetkilométer. És a világ talán legnagyobb nukleáris fegyverkészletével rendelkezik, a szállító kapacitással együtt. Tehát mi soha nem lehet, nekünk állandóan engedményeket kell tenni. És mégis, hadd mondjam el, nem én találtam ki, de hát itt volt Pió atya,
aki egy szent életű katolikus pap volt. És aki miket írt már évekkel ezelőtt a magyarokról. Azt mondta, hogy irigyi a magyarokat, mert a magyarok még egyszer nagyon nagy dolgot fognak tenni Európáért. És én úgy gondolom, hogy hát egy 10 milliós ország, na milyen nagyot tud tenni? Hát azért olyan nagyot tud tenni, hogy Európa valódi szükségleteit, érdekeit és értékeit kifejezi, megszólaltatja. Még akkor is, ha ezért folyamatos rugásokban részesül. És azért bizonyos fokig ennek a jeleit látom. És az, hogy ezt erősen tudja a magyar társadalom támogatás ott lenn, na ott van szerepe, hogy végre alakult egy olyan párt is, amely most már benn van a parlamentben, amely a nemzeti érdekek érvényesítése terén gyakorol bírálatot, hogy a nemzeti érdekeket, értékeket még jobban lehessen. Ez egy valódi ellenzék, mert a valódi ellenzék az segíti. Hát hogy volt ez 1848-ban? Hát bizonyos alapkérdésekben mindenki megegyezett. És itt is alapkérdés, hogy Magyarországnak megmaradjon a szuverenitása, hogy független ország legyen. Ez a legfontosabb. Mert ma már a népakarat csak a független, vagyis az igazi demokrácia, tehát nem ez a, hát hogy is van, neoliberális demokrácia, hanem az igazi demokrácia, az igazi közakarat, az már csak független álmos. Most van-e független álma? Teljesen független nincs. De olyan állam van, amelyiknek azért van egy alap szuverenitása, és azt tudja esetleg még gyarapítani, meg megvédeni. Itt lehet nagy szerepe a mi hazánknak, mert ez új eszméket, új erőket tud bevinni, és azt a Fideszt, ami elég sok mindent jól csinált, de felesleges hibákat is követett, hogy megvédje ezeknek a hibáknak az elkövetésére, és segítse abba, amit viszont jól csinál. És ezért van nagy jövője a mi hazánknak. Én meg vagyok róla győződve, hogy duplája vagy triplája lesz a képviselők száma a következő parlamentben, és a növekedési potenciálja akkora, hogy ugyanolyan nagy párt legyen, mint a Fidesz. Én így látom. Sajnos... Ez gyönyörű zárszó volna, de még egy utolsó kérdésre majd adjunk lehetőséget. Viktor, hogyha hátravinnéd a mikrofont, jó? Rendben akkor. A gyakorlati kérdésekkel szeretném zárni, bár az ideológiai téma annyira érdekes volt Pió atyát megemlítve. Közismert, hogy a zöldek Németországban megdolgozták a német közvéleményt, és leállították majdnem az összes atomreaktort. Kedves János, azt mondtad, hogy a németeknél nagyon sok atomrakéta van. Tudnál nekem arról valamit mondani, hogy ez az információ honnan van, mert nem nagyon tudják, vagy tudják egyáltalán a németek, hogy van a területükön atomrakéta? 17. Na most ezt az információt... Hát ugye van ott egy nemzeti párt, és azt tudja. És tehát ez a nemzet, amit persze szélső jobb meg egyebeknek neveznek, de amit nevezettem, tulajdonképpen az igazi demokrácia, az autokrácia.
fordított. Tehát igen, igen pozitívan tudom, hogy, ne, hogy ez a nemzeti párt, és az értelmiségnek egy jelentős része igenis aktívan követeli, hogy ezek, ebből a 17 modern, biztonságos, de leállított atomerőműből minél többet állítsanak újra. Igen, vannak ilyen törekvések, de valószínű, hogy ez csak akkor fog sikeres lenni, ha lesznek utcai tüntetések is. Azok most kezdődnek. Én szerintem lesznek. Most kezdődnek. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az idő behatároltsága miatt az előadás hivatalos részét itt sajnos be kell fejezzük, de még ezt követően lesz lehetőség beszélgetni Drábik Jánossal, illetve, ahogy már hallhattuk tőle, készül az új könyve, úgyhogy biztos, hogy lehet tőle még olvasni is bőven, de az eddigi munkásságát is tudjuk ugye írói munkásságából bőven ajánlani. Hadd ajánljam még a következő időszak programjait, hiszen a Fekete István Szabad Egyetem következő októberi előadása október 13-án a Háború ára címmel, talán ennek az előadásnak a folytatásának is tekinthetjük. Vukics Ferenc honvéd alezredes, a Magyarok Országos Gyűlésének főszervezője lesz tehát vendégünk, előadónk. Október 13-án csütörtökön este 6 órakor ugyanígy itt a Fekete István Szabad Egyetemen. És ha már október, akkor ne hagyjuk ki október 23-át, a Korvin közi megemlékezésünket, ahol Pongrácz András 56-os bajtársunkat is köszönhetjük majd ismét a felszólaló között. Úgyhogy számítok mindenkinek a közreműködésére. És még egyszer nagyon szépen köszönöm Drábik János barátunknak, hogy ezt a szerteágazó előadását megtartotta, ugyanúgy, mint a többi előadásunk az interneten természetesen megtekinthető lesz, és biztos, hogy találunk még alkalmat a folytatásra valamilyen rendezvényünk keretében, személyesen Drábik Jánossal is. Még egyszer köszönöm szépen! Én is köszönöm a meghívást!